A magyar nyelv elsajátítása olyan hidat épít Ukrajna és Magyarország között, amit még politikusok is csak ritkán tudnak felépíteni, mondta Grezsa István kormánybiztos, miközben magyar nyelvtanfolyamok sikeres elvégzéséről szóló okleveleket nyújtott át több mint 2000 ukrán anyanyelvű embernek a beregszázi főiskolán. A kormánybiztos hozzátette, annak ellenére, hogy a magyar nyelv nem divatnyelv, Magyarország számára nagy megtiszteltetés jelent, hogy ilyen sokan jelentkeztek a főiskola által koordinált képzésre. A tanfolyamok Ungvártól a Szórványvidékekig 52 helyszínen zajlottak, összesen 226 csoport és 117 tanár részvételével. Az órákra azok a nem magyar anyanyelvűek jelentkezhettek, akik egyáltalán nem vagy gyengén beszélik a magyar. A 126 órás program során gyakorlati nyelvhasználatra tanították a jelentkezőket. Most valamennyien kétnyelvű, ukránul és magyarul kiállított tanúsítványt kaptak. A következő kurzusra pedig már több mint 4000-en jelentkeztek. Több mint 2000-en kaptak oklevelet itt Beregszászban arról, hogy Kárpátalja egész területén magyarul tanulnak a többségi nemzet részéről. Én azt gondolom, hogy az elismerés Magyarországnak, büszkeséggel tölthet el minden magyar, és egyúttal jól szolgálja a magyar-ukrán kapcsolatok fejlődését, Kárpátalja és Magyarország kapcsolatainak még szorosabbra fűzését. Gyanús csomag keltett riadalmat az ungvári vasútállomáson. Az utasok figyeltek fel a váróteremben lévő gazdátlan kartondobozra. Értesítették a pályaudvar személyzetét, ők pedig a hatóságot. A kora reggeli órákban elrendelt bombariadó nyomán kiürítették az épületet és lezárták a környéket. A gyanús kartondoboz üresnek bizonyult. A tűzszerészek bombakereső kutyákat is bevetettek és átvizsgálták az állomást. De robbanó szerkezetet nem találtak, áll a megyei állami katasztrófa elhárítási szolgálat tájékoztatójában. Tűzvész és egyéb rendkívüli helyzetek szakszerű kezelését gyakorolták az Ungvári Városi Kórház és más egészségügyi intézmények orvosai. A biztonságnapjaként elnevezett esemény elméleti oktatással, a különféle életmentő eszközök bemutatásával kezdődött. A medicina munkatársai megismerkedhettek a korszerű oltókészülékekkel, azok használatával, amelyekkel az ungvári egészségügyi intézmények is fel vannak szerelve. Ezekkel az eszközökkel a tűzoltók megérkezése előtt szembe lehet szállni a lángokkal. Так наша мэрия закапывает деньги. Ez a férfi éppen az autóját próbálja kimenteni a pénteki vihar után az ungvári Ankudinov utcai vasúti aluljáróból. A nemrég felújított föld alatti folyosó nem bírta a terhelést, az autósok kénytelenek voltak megpróbálni átgázolni az esővízzel elárasztott úton. Ez pedig már az ungvári járási Palágykomoróc. A viszonylag nyugodt település utcáin haladva már nem látszanak a vihar okozta károk. Szanyi Béla épp a településen tartózkodott a szélvész idején. Mint mondta, a vihar óriási bonyodalmat okozott a helyieknek. Több helyen fákat csavart ki a vihar, meg elszakadtak a villamos vezetékek, autókra borultak a kerítések, sok tetőt megrongált a vihar, és úgy gondolom, hogy ezzel még nincs vége, hiszen az időjárás jóslók még mindig azt mondják, hogy ezután még csak rosszabb idő jöhet. Hát nem irigyeljük a falusi embereket. A felhőszakadás útja Munkácsra vezetett. Itt a vihar által kicsavart fa döntött ki egy téglafalat, ami 6 parkoló autót temetett maga alá, de omlott itt le vakolat is. Ki sem mertünk lépni a házból, olyan nagy volt a vihar. A tomboló szél fákat döntött ki, és házakat rongált meg. A gyerekek és mi a férjemmel is féltünk, nehogy az így is rossz állapotban lévő házunkat elkapja, és tönkretegye a vihar, mondta ez az asszony. Az emberek tehát félnek, az előrejelzések sem biztatóak, hiszen a meteorológusok újabb égi háborút és zivatarokat jósolnak a térségben.